elég gyerekcipőben jár még a sporttáplálkozás utánpótlás akadémiai szinten, viszont foglalkozni kell vele. Úgyhogy igyekeztünk egy olyan platformot megint létrehozni, ahol az akadémiákról érkező szakemberek tudnak eszmét cserélni, illetve tanulni a szakemberektől. Olyan szakembereket sikerült meghívni, akiknek nagyon sok elméleti és gyakorlati tapasztalata, illetve tudása van. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy ilyen tematikus napok vannak, és például a sporttáplálkozás előkerül, ami rendkívül fontos, és talán az egyik alapja egy jó felkészülésnek, de rögtön hozzáteszem, hogy a sporttáplálkozás ma összefügg a sport étrendkiegészítők, vagy sportbeli élelmiszerek, táplálékkiegészítők használatával is, hiszen ennek ma már az a pszichológiája, hogy élsport, versenysport nincsen valamilyen hozzátáplálás kiegészítő használata nélkül, és nagyon gyakran előfordul, vagy szándékosan, vagy a gyártás során szennyeződik valamilyen tiltott anyaggal, és az élsportoló szervezetéből kimutatásra kerül, a sajnos dopingvédséget alapoz meg. Aki a sportoló körül van, a sportszakemberek, akár edző, akár dietetikus, akár sportorvos, használjon ki minden lehetőséget arra, hogy objektív mutatói legyenek a kezébe, tehát számosítható legyen, ha úgy tetszik, a táplálkozás. Például a folyadékbevitel rendkívül fontos a sportban, mert az egyértelműen bizonyított, hogy a dehidrált, tehát a folyadékhiányos állapot rontja a teljesítményt és az egészséget is. Itt a Puskás Akadémián jelenleg próbáljuk reformálni a sporttáplálkozást, az utánpótlás sportolóink számára. Ez természetesen azt jelenti, hogy azok az étkezések, amik itt vannak az akadémián, tehát a reggeli, az ebéd, valamint a vacsora, próbáljuk úgy alakítani, hogy egyre szabottak legyenek, különböző tudományos mérésekre alapozva, testösszetételmérés, antropometria mérés, biológiai életkorhoz próbáljuk viszonyítani, illetve hasonlítani, és próbáljuk őket a tudatos életmódra, illetve az egészséges életmódra terelni a táplálkozás területén is. Nagyon sokat tehet egy ilyen akadémia, egyrészt edukálja és felvilágosítja a sportolókat, a gyerekeket, hogy nem veszünk össze-vissza mindenfélét, nem hiszünk el senkinek semmit, hanem segítséget kérünk, például az akadémia munkatársaitól, vagy az itt kiképzett sportdietetikusoktól, vagy az edzőktől, vagy akár a Magyar Antidoping csoporttól, ami a Nemzeti Dopinges Szervezet feladat és jogkörét látja el, 1000 fórumon lehet segítséget és tanácsot kérni, illetve azt teheti még az akadémia, hogy a jól megválasztott, szakmailag megalapozott étrendkiegészítőket bevizsgáltatja. Én nagyon remélem, hogy azért néhány dolog átment, amit üzentünk a hallgatóságnak, például, hogy egy étrendkiegészítőt, vagy egy fehérjeport nem össze-vissza kell enni, hanem célzottan, hogy ezeket be kell vizsgálni, hogy nem attól függ, hogy mit szedünk, hogy mit adnak ingyen, hanem attól függ, hogy mire van szükség. És én azt gondolom, hogy érdemes folytatni úgy a tematikus napokat, hogy koncentrálva a sporttáplálkozás egy-egy úgynevezett hot topikjára. Tehát például a fehérjéről akár egy napig lehet beszélni, vagy az étrendkiegészítőkről is, vagy a meccsnapról. Tehát ez most egy ilyen kis ízelítő volt, hogy úgy mondjam, és tényleg nagyon, nagyon örülnénk, hogyha az egészséges táplálkozás, nem is inkább az a sportos táplálkozás, ami a teljesítményt szolgálja, minden akadémián elterjedne.